Itt állunk az AM DASZK Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium szakközépiskola és kollégium standjánál, és Grótz Gergelyt, az iskola főigazgató, szakmai főigazgató helyettesét kérdezem arról, hogy pontosan milyen képzésekre és kiket várnak. Egyrészt a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a rendészet, valamint közszolgálat iránt érdeklődő diákokat várjuk. Képzéseink érettségére épülők és érettségi nem adó képzések egyaránt megtalálhatók. A mezőgazdaság ágazatban a mezőgazdasági technikus képzésünk az 5 éves érettségit adó állattenyésztő és növénytermesztő szakmai irányjal. Ezen kívül még a mezőgazdaság ágazathoz tartozik 3 éves képzésünk a gazda, szintén állattenyésztő és növénytermesztő szakmai irányjal. A rendészet és közszolgálat ágazatban a közszolgálati technikus tudjuk kínálni az érdeklődőknek, közszolgálati ügyintéző és rendészeti technikus kimenettel. Az élelmiszer ágazatban viszont nincs érettségizős képzésünk jelenleg, hanem a tejtermékkészítő, a hentes és húskészítménykészítő, a pék és a pékcukrász képzéseket kínáljuk a diákoknak. Azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdés a távolabbról érkező diákoknak a kollégiumi férőhely. Tudnak ilyet biztosítani? Igen, minden tanulóknak tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani, egy jól felszerelt, 2-3 ágyas szobákkal berendezett kollégiumunkba, közös 2 szobánként egy-egy vizes blokkal, úgyhogy a diákok számára tudjuk biztosítani a megfelelő nyugodt körülményeket a felkészüléshez. Ezen kívül még délutáni programokat is, akár tánciskola, használják a konditermet, a sportcsarnokot, és vannak még különböző szervezett programjánk is. Milyen egyébként a diák élet? A diák élet egészen aktív, különösen úgy, hogy iskolánk idén 90 éves, és novemberben lesz egy egyhetes nagyszabású rendezvényünk egy bállal záródóan, ahol szintén a diák önkormányzat aktívan részt vesz, különböző sporteseményeket szerveznek, ilyen például a Garamvölgyi emléktorna, a környékbeli iskolák jönnek focizni hozzánk, de ezen kívül a diák napunk is egy a csapa emlékverseny mellett egy rendezvényünk, amit a diákok magukének érezhetnek. Nagyon szépen köszönjük a segítséget!